Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán szenvedtek vereséget az Oroszlánytól a Kékcápák. A Karcagot fogadja az NB3 tavaszi nyitányán a Sényői futballcsapat. Már az olimpiai kvalifikációra fókuszálva készül Stankovics Anna. A miskolci vereség után a Budafokot fogadja a Nyíkcseszegfű bútor. 35 csapattal rendezték meg a kosárpalánta program második tornáját. Ismét vereséget szenvedett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák az Oroszlányt fogadták, és a vendégek 95-81-es győzelemmel távoztak a tiszavasvárűti csarnokból. A Kecskemét ellen megszerzett első hazai sikert követően abban bíztak a szurkolók, hogy az Oroszlány ellen is nyíregyházi győzelmet láthatnak a tiszavasvárjúti csarnokban. A mérkőzés első kosara Cápáké volt, de aztán átvették a vezetést a vendégek, és mint később kiderült, már ki sem adták a kezükből. Az első negyed végén 10-20 perc játék után 18 ponttal vezetett az Oroszlány. Fordulás után is megmaradt a különbség a két csapat között, nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a Nyíregyháza. A végén ugyan kozmetikázott egy kicsit az eredményen a házigazda, de a vendégek győzelme egy percig sem forgott veszélyben. A hazaiak edzője érthetően csalódott volt a találkozó után. Nehéz szavakat találnom, ez a kosárlabda megcsúfolása volt. 20-szal több lepattanót szerzett az ellenfelünk, ami mindent megmagyaráz, mutatja, hogy nagyobb energiával és akarattal játszottak a vendégek. Minden szétesett, amin dolgoztunk a héten. Pont azzal vertek meg minket, amire a legjobban készültünk, vagyis az egy-az-egy elleni védekezésben és lepattanózásban is kudarcot vallottunk. A statisztika mindent megmutat. A hazaiak csapatkapitánya szerint is a vendégek által leszedett 16 támadó lepattanó, ami 16 újabb esélyt jelentett az Oroszlány számára, vezetett a vereséghez. Gratulálni az Oroszlánynak, hiszen megérdemelten nyertek, nagyon energiával játszottak, mint mi, ami megmutatkozott a lepattanókban, illetve a ezekből szerzett másod szándékú pontokban. Sokszor úgy éreztem én belülről, hogy sikerül kivédekezni a támadásukat, de aztán a lepattanót nem sikerült megszereznünk. Gyakorlatilag ekkora lepattanó különbséggel nem lehet meccset nyerni. A vendégek edzője annak örült, hogy meg tudták valósítani azt, amit a mérkőzés előtt elterveztek. Igyekeztünk kemény védekezéssel lelassítani az ellenfél legjobb pontszerzőjét. Míg támadásban okos játékra törekedtünk, hogy ne adjuk el a labdát, vagyis megakadályozzuk a könnyű kosarakat. Az első félidő második felétől megvalósítottuk ezt. Csapatmunkával nyertük meg a mérkőzést, amiben nagy segítségünkre voltak a szurkolóink. Köszönöm a támogatásukat! A forduló további eredményei a következők: Szeged-Kaposvár 83-85, Deac atomerőműese 81-75, Körmend-Budapesti Honvéd 81-64, Sopron-Zalaegerszeg 65-77 és Kecskemét-Albafehérvár 88-77. A tabella élén a Szombathely áll 17 győzelemmel és két vereséggel, megelőzve a 14-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-17-es sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 13-6-tal harmadik Zalaegerszeg otthonában lép pályára. Vasárnap rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó NB3-ban. A keleti csoport 17. helyén álló Sényő a 6. Karcagot fogadja. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen el tudtuk végezni, amit elterveztünk. Hál' Istennek az időjárás is kegyes volt hozzánk, bár most pont a bajnoki rajt előtt ugye lett ilyen hidegebb idő, elég fagyosak most a pályák, de hál' Istennek a felkészülésünket ez abszolút nem hátráltatta. Már most egy hete, vagy a héten tudunk ugye fűvön edzeni, ami úgy gondolom, hogy nagy előny lesz majd a Karcaggal szemben. Milyen mozgás volt a játékos keretben a téli szünetben? Volt négy távozónk, a Fabu Marci, a Matyi Zoli, a Barta Gabi, és a Sógor pedig neki lejárt a kölcsönadási szerződés, és ő visszatért Nyíregyházára. Érkező vagy érkezők? A Spariból érkezett ugye a Kovács Ádő, úgy gondolom, hogy mindenképpen megfelelő erősítése lesz a csapatunknak. A keret létszáma elegendő lesz a tavaszi meccsekre? Elegendő lesz szerintem, úgy gondolom, hogy így létszámban azért megvagyunk.
aztán ugye lesz majd 12 hazai mérkőzésünk, 6 idegenbeli mérkőzés, és lesznek majd hétközi mérkőzések is, úgy gondolom, hogy ez pedig úgy nagyjából azért megvan a létszám, hogy tudjuk majd forgatni a csapatot. Az edzőmeccseken általában nem az eredményt figyelik az edzők, hanem a játékot, a fejlődés, bár mondjuk mindig jobb győzni, mint kikapni. Ti milyen tapasztalatokat szereztetek? Úgy szépen fokozatosan tényleg lépcsőről lépcsőre léptünk előre, majdnem minden edzőmérkőzésen mindig tudtunk valamibe előre lépni. Voltak ugye, amelyek úgy eredmény szempontjából esetleg nem úgy sikerültek, viszont tök jó dolgokat láttunk és mutattak a fiúk a pályán, és nagyon sok pozitívum volt. Igaz, hogy a premier sajnos nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de így úgy gondoljuk, hogy hát az előadás minél jobb lesz. A tabellán nem ott áll a sénye, ahol megszokhattuk az elmúlt években, és ahova szeretnétek tartozni. Az, hogy kétszer annyi hazai meccs lesz, mint idegenbeli, mennyi segített abban, hogy előre lépjetek? Szerintem előny lesz majd az, hogy ugye ősszel sokat játszottunk idegenbe, a Spari nálunk vendégeskedett ugye egy fél évet, emiatt ugye lettek átszervezések, ugye most pedig tavasszal 12 hazai mérkőzésünk lesz, 6 idegenbeli. Szeretnénk minél jobban ugye felzárkózni, minél hamarabb és minél jobban ugye felzárkózni oda a középmezőnyhöz, ahova ez a csapat mindig is való volt. Én úgy gondolom, hogy erre abszolút megvan most a keret is, úgyhogy meglátjuk. A kettős terhelés, amit említett, hogy a Spari és Sényő játszott, eléggé megviselte az ősz végén a pályát, most milyen állapotban van a játéktér? Elég jó állapotban, szerintem most a mostani időjárásnak, meg pályaviszonyoknak viszonyítva tényleg szerintem nagyon jó állapotban van a pályánk, sikerült rendbe rakni, aztán tényleg nagyon várjuk már mi is a vasárnapi kezdést. Ilyen meccsre lehet számítani a Karcag ellen, lényegesen előrébb vannak a tabellán. Ott is egy, tavaly, ha visszaemlékszem, egyébként ott is egy jó mérkőzés játszottunk velük, ahol a második félidőben tényleg nekünk állt a zászló, aztán egy döntetlen sikerült elérni. Itthon mindenféleképpen szeretnénk begyűjteni a 3 pontot. A kollega megnézte őket az elmúlt hétvégén, nekik is most volt a főpróbájuk, aztán egy kicsit készülgetünk a héten belőlük, és tényleg mondom, hazai pályán csak győzelembe gondolkozunk. 5 nyíregyházi úszóáll rajtkőre a hétvégén a Stuttgarti téli úszófesztiválon. 2 héttel később a 4. egyesszékupán már hazai medencében bizonyíthatnak a nyíregyházi úszók. Január 3-án már nekikezdtünk, nem vártunk sokáig. Én úgy gondoltam, hogy egy olyan felkészülési szezon jön, amire nagyon sok feladat vár ránk ebbe az évben. Az első megmérettetésünk az közeledik, itt Nyíregyháza rendezi a 4. alkalommal az NSC kupát, a Nyíregyházi Sportcentrum kupáját. Ez egy szombati nap lesz, egy egész napos rendezvény. Ismét nemzetközi lesz a program, nagyon úgy néz ki, hogy Romániában, Szlovákiában jelezik a részvételőket, illetve a magyar klubok, főleg a környékből, de én úgy gondolom, hogy ez olyan verseny lesz, és most a versenyekből elég csehül állunk, vannak uszodák, ugye, ahol nem lehet rendezni, hogy több magyar klubra számítunk, mint amik eddig jelen voltak. A következő nagy megméretetés viszont külföldön vár ránk, hogy Barna Bianca 2006-os korosztályához csatlakozva, ugye 2006-os fiúk közül Csönyik Dánielt, Molnár Fruzsinát, illetve Fekete Vivient, valamint Lénát Esztert neveztem a 6. Winterfestre, de Stuttgartban van. Vadonatúj úszodát adtak át tavaly évvégén, és egy nagyon jó német klubokkal tűzdelt verseny, ahol még svájciak is jelen vannak. Ez egy felhozó szintfelmérő verseny lesz. Sportcentrum biztosít minden lehetőséget hozzá. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket szeretnénk motiválni, akkor ez nagyon fontos, hogy sokszor olyan kitekintést is kapjanak, ami nem csak a megszokott környezetből vonatkozik. Mikor lesz az országos bajnokság? Ugye tavasszal az lesz az első és talán legfontosabb megmérettetés. Április 19-től kezdődik Kaposváron egy 4 napos országos felnőtt bajnokság, ez a hosszú pályás. Ez a kvalifikációs verseny. Az idén újra van felnőtt világbajnokság, junior világbajnokság, Európa bajnokság U23-asoknak először, illetve ifjúsági Európa bajnokság. Hát nagyon-nagyon sűrű a menetlen, és még azt mondom, hogy univerziádé is lesz, ami szintén a klubunk versenyzőiket érinti. Nagyon hosszú évre nézünk elébe, nagyon kemény évnek nézünk elébe, és a kvalifikációs verseny erre a magyar OB. A tavalyi eredményekre nem lehet panasz, ebben az évben kiktől várjátok az eredményeket, kik lehetnek azok, akik az említett világversenyeken ott lehetnek?
Én nagyon szeretném, hogyha a világversenyen felnőtt VB-n, Univerziádén a Stankovics Anna ott lehetne. Hatházi Dórinak a formája most kezd csúcsosodni, hiszen február végén lesz kinn az egyetemi bajnoksága. Ő is mindenképpen jön haza a felnőtt OB-ra. Én nagyon szeretném, ha az először megrendő Dublinban rendezendő U23-as OB-n ott lehetne, hiszen már ő korosztályos oda. Illetve IFI-ben, ugye Bianca ebben az évben az IFI felső korhatárát elérte, junior VB és junior EB vár rá, ő A csapatos jelen pillanatban is, tehát ő válogatott A kerettag, nagyon számít rá a válogatott, egy nagyon hosszú edzőtábor lesz márciusban, és utána az OB-l minden eldől. Hölgyeket említettél, mi a helyzet az urakkal, a fiúkkal? Jelen pillanatban betegségek küzdünk, hogy tavalyi évvégén a Barkóczi Roli ugye serlő korcsoportban mellúszó számukban érmes lett a rövidpályáson. Ő az, aki elég sok betegséggel küzd az év elején. Én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb visszatér, és a felnőtt OB-n már ezek a fiúk ugye ifjúsági korosztályba léptek, bár még ők még mindig nem a felnőtt korosztály. Én azt várom tőlük, hogy a egyéni csúcsaikat megjavítva, és a ifire gondolva, ami az utolsó bajnokság lesz ebben az évben, a felnőtt és letéljük a négy jegyüket. Túl vagytok már a reggeli edzés egyik felén. Mikor kezdtétek a felkészülés, hol tartotok most a munkában? Január volt egy kis pihenünk, és január elején volt egy vizsgadőszak még Annának egyetemem, aztán kezdtük el a felkészülést. Ez most már az ötödik hét, úgyhogy kezdünk belelendülni az edzésekbe, egyre jobban mennek. A mai edzés például nagyon jól ment, úgyhogy biztató a jelek. Készülünk az országos bajnokságra, mert mi fog történni ott. Hogyan épül fel ez az eszendő, ugye olimpiai előtt évről van szó? Ez a nyár ugye márciustól kezdődően olimpiai kvalifikációs időszak van. Ebben nekünk a nyári verseny valószínűleg egy univerziádé lesz Kínában. Ez a fő cél jelen pillanatban, illetve hogy az országos bajnokságon lehet kvalifikálni még az olimpiára. Meglátjuk, hogy márciusban milyen lesz a forma. Ugye az országos bajnokság április végén lesz. Odaérezzük ki az első súlyformát, majd augusztus elején lesz az univerziádé. Jó lenne, hogy az univerziádén már megtörténne a szintúszás, annak kezdünk készülni nyugodtabban az olimpiára, ami egy évvel később van ugye Párizsban. Milyen számok, milyen távok élveznek prioritást? Olimpia szempontjából az 50 gyors úszásra álltunk át, rövidebb távot szeretnénk most megcélozni. Az előző évben nagyon jól ment az 50 gyors szereplése Annának. Ugye egyetemi Európa-bajnok lett 50 méter gyors úszásban. Most ez van fókuszban. A 100 méter mellett egy picikét parkolópályán van, de azt sem adjuk föl. Nyilvánvalóan ott a szintedő véleményem szerint egy picikét erősebb erre az olimpiára, de nyilvánvalóan nem engedjük el, megpróbáljuk azt is megúszni, de jelen pillanatban az 50 gyors a fő fókusz. Illetve hogy az univerzitás szempontjából az 50 méteres mellúszás, ami annak ugye a kedvenc, illetve a főszáma, ahol országos súlytartó, arra fókuszálunk. Az úszás egy olyan sportág, hogy általában csoportban, csapatokban úsznak, edzenek, ti kettesben dolgoztak, mennyire működik ez a felállás? Ezt majd tőle is kérdezd meg, én azt gondolom, hogy nagyon jól működik. Én nagyon szeretek vele dolgozni, nagyon jó munkás, hogy így mondjam. Ha érti azt, hogy mit miért csinálunk, és elmondom neki azt, hogy mit miért csinálunk, akkor maximálisan beleteszi. Nyilvánvalóan nekem is egy kontrollt ad az, hogyha viszont nem tudom neki elmagyarázni, hogy mit miért csinálunk, akkor nyilvánvalóan nem csinálja meg. De azt gondolom, hogy jó a kooperáció, nagyon intelligens versenyző, nagyon tapasztalt versenyző. Nekem, idézőjelben kezdőedzőként, nekem nagyon sokat adott az, hogy együtt dolgozunk. Úgyhogy én is nagyon sokat tanulok nap, mint nap tőle, még így az ötödik évünkben, amikor együtt dolgozunk. Úgyhogy azt gondolom, ez egy jó kooperáció, mind a medencében, mind a medencén kívül. Vannak olyan munkahelyek, ahol még csak most kezdődik a munka, vagy esetleg a reggeli kávét isszák. Te már kiszálltál a medencéből túl, vagy egy edzésen, vagy egy edzés első részén. Mennyire esik jó ilyenkor kora reggel úszni több száz métert, vagy több kilométert? Igazából az igazság az, hogy úszókhoz képest én viszonylag későn kezdtem, hiszen azért a fiatalabbak itt már 6 órától kemény munkában vannak, én meg igazándiból csak 7 órakor érkeztem az úszodába, úgyhogy igazándiból ez így nem annyira korai, de én szeretem is ezt alapvetően, mert hogyha későbbre csúszik egy-egy edzés, akkor már belerondít az egész napba, és nem olyan a ritmusunk. Edződnek, Gergőnek említettem, vagy kérdeztem, hogy milyen az, hogy kettesben dolgoztok, hiszen általában csoportban, csapatban úsznak az edzéseken az úszók. Azt mondta, hogy ezt kérdezem meg tőled is. Hát
Igazándiból már 2018 óta így készülünk, és azóta azért sikerült együtt szép eredményeket elérni, hiszen azért a legtöbb országos csúcsomat így a vele való munkának köszönhetem. Nagyon szeretem azt, hogy tényleg azáltal, hogy egész nap nagyjából együtt vagyunk, vagyis hát jó, ott van a kosárlabda edzéseken, én is csinálom a saját dolgomat, hiszen oktatok most már gyerekeket, illetve iskolába is járok. De azért ismerjük egymást, tudja azt, hogy ha éppen rosszul keltem föl, akkor hogy kell alakítani hozzá az edzéseket, és ezáltal sokkal hatékonyabban tud menni a munka. Éveleje van, gondolom, készítettél a másnál fejben egy tervet, hogy nézzen ki ez az esztendő, mivel lennél elégedett az év végén. Ugye az első nagy lépcsőfok az a országos bajnokság lesz április végén, addig még lesz minimum egy felkészülési versenyünk, hiszen jövő hét utáni héten lesz itt a Szabolcs Kupa, úgyhogy az lesz az év első versenye. Utána április végén az országos bajnokság, ott leginkább a 50-100 merre, illetve az 50 gyorsra fogunk fókuszálni, de leginkább akkor is az 50-es versenyszámokra, illetve ami nyáron lesz mindenképpen nekem, az azt gondolom, hogy az univerziádé, amire az elsődleges fókusz kell tennünk, az, hogy mellette esetleg sikerül-e más világversenyre is kijutni, azt meg majd meglátjuk. Te már tudod, hogy milyen olimpián úszni, mennyire lesz nehéz kijutni Párizsba? Nehéz, nagyon nehéz. Egyre nehezebb az olimpiára kijutni, ezt láttuk a tokiói induláson is. Szintek azóta is erősödtek, hiszen eddig az előző olimpia 16. helyezettjének az ideje volt az A szint, most ezt levitték Tokióra a 14-re, most meg már a 12. helyre, úgyhogy egyre nehezebb, de megpróbáljuk megugorni ezt a lépcsőfokot is. Vereséget szenvedett Miskolcon a Nyíkcseszek Fűbútól. Szavics Bráni együttese a Measz Miskolcról kapott ki 80-63-ra. Pénteken a sereghajtó nyíregyházi kosarasok a listavezető Budafokot fogadják a Bánki Torna csarnokában. Én úgy gondolom, hogy azért a csapat újoncként, de jól állja a sarat. Fel is kell nőnie ennek a csapatnak, fel kell nőnie nem csak a csapat játékosainak, hanem mindenkinek, az edzőknek, a csapat kísérőknek, a személyzetnek, a rendezőknek, akik rendezik a mérkőzéseket, mondjuk a hazai mérkőzéseket, vagy a technikai vezetésnek. Tehát mindenkinek fel kell nőnie. Nyilván az egyesület menedzsmentjének is fel kell nőnie ehhez, és úgy gondolom, hogy ez kellett pár hónap, hogy egyenesbe kerüljünk, és megvessük a lábunkat. Bízom benne, hogy ez a csapatra is ráragad, és a fiúk is ezt érzik. Én úgy tapasztalom az elmúlt néhány mérkőzésen, hogy ez most már egyre jobban tudatosul náluk is, hogy ez egy magasabb osztály, magasabb követelmény, sokkal több koncentrációt, sokkal keményebb felkészülést kér, és mi annak idején, amikor beszélgettünk az induláskor a csapat tagjaival, akkor abban maradtunk, hogy nem lesznek halmozottan több edzés, felkészülés, stb. Viszont az a munka, amit bele kell tenni, az sokkal keményebb kell, hogy legyen ezen a szinten. Úgy tűnik, hogy erre most már a fiúk is ráébredtek, dolgoznak keményen, és bízunk benne, hogy alanyi jogon sikerül kivívni a bentmaradást. Volt néhány olyan mérkőzés a vesztes meccsek között, ahol 3/4-ig jól tartotta magát a csapat, aztán a végére fogytatok el. Mi ennek az oka? Azt mondjuk lehet látni, hogy ez a harmadosztály, de szinte minden riválisnál van olyan játékos vagy játékosok, akik korábban akár az A csoportban is szerepeltek. Egyrészt össze is kell térni a csapatnak, másrészt az, amit mondtam, hogy egy tudatosabb felkészülést igényel, a mérkőzésen pedig fejben jobban ott kell lenni végig, többet kell koncentrálni, és nagyon sokszor fordult elő hazai pályán ráadásul, hogy az első negyedet nagyon rosszul kezdjük, és onnantól kezdenem. Idegenben most legutóbb alkalommal a Miskolc együttesénél, ott viszont az első két negyedet kezdtük nagyon jól, és vezettünk is végig idegenben a tabella második helyezettjénél, ott viszont a harmadik negyedben fogytunk el. Tehát ez a folyamatos koncentráció, és végig kevés, ha már két-három ember oda tudja magát tenni, ez már itt az NB1B zöldcsapatban
csoportban kevésnek bizonyul, tehát ez NB2-ben lehet elég volt, most viszont most már az kell, hogy mindenki a maga szintjén oda tegye a maximumot. Az edző, vezetőedző Szabics Brán játékosként is maximalista volt, edzőként is lehet látni, hogy milyen intenzíven meccsel, ő hogyan éli azt meg, hogy nem mindig kapja vissza a pályán, amit kér a játékosaitól. Néha nehezen. Az ő mentalitása ez a tipikus szlovén mentalitás, ami azt jelenti, hogy már gyerekkortól kezdve ez a nagyon erősen és agresszíven küzdünk a célunkért, és dolgozunk nagyon keményen egy adott célért, és igazi csapatjátékosként mindent megteszünk a csapatért. Ugyanezt várja el most ő a fiúktól. Szerintem mindent beletesz, még többet is, mint amit ezen a szinten bele kellene tenni. Ez látszik is, hiszen van egy tudatos játék, van egy nagyon jó szisztéma, ami szerint játszik a csapat. A védekezésünk, ami egyébként az NB2-ben annak idején a top-top védekezés volt, hiszen a legkevesebb pontot kaptunk, és itt is a aránylag a többi csapathoz képest kevés pontot kapunk. Itt inkább azzal van a probléma, hogy keveset is dobunk, és a támadásokon kell dolgozni, és a támadásokon kell, vagy támadásokban kell fejlődni. Tehát bízom benne, hogy és ő is tudja ezt, hogy ez irányba kell menni, úgyhogy ez szisztematikusan dolgozik. Az, hogy nem jönnek a sikerek adott esetben, és a betett munka még most sokkal nagyobb, mint amennyi a siker, ezt nehezen dolgozza fel minden edző, én úgy gondolom, de szerintem jó úton vagyunk, és ő is ezt érzi, és bízom benne, hogy ez a munka folyamatosan tovább fog menni. A következő meccs hazai környezetben lesz, a szintén újonc lista vezető Budafok ellen. Játszottatok velük a tavalyi osztályozón, most milyen meccsre lehet számítani? Bízom benne, hogy hasonló mérkőzésre, amikor ugyanúgy ott tudunk lenni, mint a Final Four-ban voltunk. Az egy nagyon fontos mérkőzés volt akkor, ez is most egy fontos mérkőzés, hiszen hazai pályán nekünk meglepetést kell csinálni, tehát olyan nem működik, hogy egy bajnokságot úgy lehozzunk, hogy csak egy-két kötelező mérkőzést nyerünk. Nyilván egyszer előbb-utóbb meglepetés kell. Azt gondolom, a Budafok együttesét ismerjük. Nagy részt azok a csapatgerincét, azok a játékosok alkotják, akik úgymond az NB2 Final Four-ban is itt voltak. Nagyon erős csapatról van szó, korábban minden játékos szinte magasabb osztályt is megjárt játékos, és van idegenlégiós is, tehát én azt gondolom, hogy egy kemény küzdelemre számíthatunk. Ugyanakkor a mi játékunk sokkal több rendszert tartalmaz, sokkal jobban kitalált, sokkal jobban felépített, és kérdés az, hogy ezt mennyire tudjuk majd átvinni, és az esetleges fizikai különbségeket és a rutinbeli különbséget majd adott esetben kiküszöbölni és kompenzálni. Eddig az első csapatról, a kirakatról beszéltünk, évekezőt elkezdődött egy építkezés az utánpótlásban is, hol tart most? Hál' Istennek ez nagyon jól halad. Bízom benne, hogy a gazdasági körülmények adta teremproblémák és utaztatási és egyéb költségek növekedése nem akadályozza meg azt, hogy az adott esetben az utánpótlást ugyanilyen intenzíven próbáljuk építeni és nevelni. 13 csapatunk van, utánpótlás csapatunk, és 4 palánta csoportunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, több iskolában és több általános iskolában is jelen vagyunk, és ott építjük az utánpótlást. Az edzéslátogatások rendkívül jók, hát van olyan edzés, ahol 25-30 gyerek is van egyszerre, folyamatosan iratkoznak be, hál' Istennek most már ott tartunk, hogy szelektálnunk is kell, tehát igazán azokat válogatjuk ki, akik egy pár hónap után a legjobbak és a legtehetségesebb. U11, U12-es csapataink azok folyamatosan a regionális bajnokság élcsoportjaiban szerepelnek, tehát az AB csoportban, és a B és C csapataink is nagyon jó sikereket érnek el egy adott korosztályban. Az U18-as csapatunk az a nagy részt az U20-ban is játszik, tehát szinte teljes az átfedés az U20-szal, és hát ott viszont nagyon kemény mérkőzéseket vívnak, hiszen az NB1B U20-as csapatai azok igazán komoly játékerőt képviselnek, tehát ehhez a feladathoz kell felnéniük. Ez viszont nagyon jól érződik az U18-as bajnokságban, hiszen ott egyre szebb sikereket érnek el, már komolyabb, regionálisan komolyabb csapatok ellen is.
Nyíregyházán rendezték a kosárpalánta program szezonbeli második tornáját. A Tiszavasvári úti csarnokban 35 csapat lépett parketre. Egy pár éve kezdődött ez a program az MKOS-nak a szervezésében. Elsődleges célunk az, hogy már az általános iskola első, második, harmadik, negyedik osztályos tanulóit is bevonjuk a kosárlabda mozgalomban. Amit tudni kell, hogy minden egyes csapat egy-egy egyesülethez kötődik, egy-egy iskolai csapatról beszélünk, és az egészen kicsik már az első osztályosok 6-7 éves gyermekek versenyével indult a nap. Jelen pillanatban a második osztályosoknak van verseny. Itt olyan sok jelentkező csapat van, hogy kettő futamot kell indítanunk. A mai nap folyamán az első, második, harmadik, negyedik osztályos gyerekek között összesen 35 csapat fog itt küzdeni a játéktéren. Milyen feladatokat kell megoldanunk a gyerekeknek? Gondolom, játékos feladatokról van szó, aminek kapcsán megkedvelték a sportágat. Valóban így van. A legkisebbek sor és váltóversenyekkel kezdenek. Ahogy korosztályban haladunk előre, egyre mindig bonyolultabb feladatokat kell végrehajtani. Második osztályban előkerül már a kosárlabda is. Harmadik osztályban már kimondottan labdavezetéses, passzolós feladatok vannak. Emellett már páros gyakorlatokat hajtanak végre a gyerekeket. Negyedik osztályban pedig már úgynevezett kisjátékokat is játszanak, ami akár csapatkidobos, vagy egy úgynevezett vonal kosárlabda nevezetű játék is. A tanév gyakorlatilag lefedi a bajnoki szezont. Hány ilyen rendezvény van egy tanévben vagy bajnoki szezonban? Egy tanévben 3 rendezvény van így régiónként, és van egy negyedik, az úgynevezett szuperdöntő, ahol a régiók legjobb korosztályos csapatai jutnak be. Az elmúlt években a Székesfehérváron rendezték meg ezt a nagy döntőt. Mennyire népszerű ma a kosárlabda a gyerekek körében? Ugye minden sportág igyekszik mindent megtenni azért, hogy magához csábítsa a gyerekeket, akiknek a sport mellett azért millió olyan dolog van az életükben most már, ami elvonja őket akár a sporttól is. Rendkívül népszerű, mert változatos feladatok vannak ezekben a versenyeken. Ugye a kosárlabda mellett atletikus, vagy az atletikai jellegű feladatok is vannak, küzdősportok jellegű feladatok, például a különböző állatutánzó mozgásokat kell a gyerekeknek végrehajtani. Tehát nekünk a tapasztalatunk az, hogy rendkívül népszerű, országos szinten is mondhatom azt, hogy ebben a régióban szerepel az egyik legtöbb csapat. 7-8-9-10 éves gyerekekről van szó, ebben a korban ki lehet már azt szólni, hogy valakinek az átlagosnál nagyobb tehetsége van a sportákhoz? Igen, mindenféleképpen, tehát mi ezt már szakemberek figyeljük és nézzük, illetve minden egyesületnek azért itt vannak a vezető edzői, akik félszemmel már a tehetségeket kutatják. Már az első osztályban, de inkább a harmadik, negyedikben, ott már szemmel látható az, hogy ki az, aki rendkívül ügyes, ki milyen alkatú, megismerkedünk a szülőkkel, nagyjából így már tudjuk az, hogy milyen magasságú lesz majd a gyermek, tehát valóban egy kiválasztás is zajlik a versenyek közben. Ez a második rendezvény ebben a tanévben, bajnoki szezonban mikor és hol lesz a harmadik? A harmadikat valószínűleg Nyírpazonyban fogjuk majd megrendezni. Március 26-a a versenynap. Ez még változhat, hisz jó pár edző van, aki nem csak a kosárpalánta programban, hanem akár az U11-es és az U12-es bajnokságban is edzősködik. Legfontosabb mindig olyan időpontot próbálunk találni, hogy ezek ne ütközzenek, és minden egyes edző, illetve minden egyes gyerek ezen részt tudjon venni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.